Elég speciális helyzetből tudtuk figyelni Ferenc pápát, felkért tudósítónk segítségével, ott voltunk vele a római indulásnál, láttuk, hogy hogyan beszélget a pápai gép utasaival, és ott voltunk szinte minden magyarországi eseményen. Láttuk, ahogy beszáll a kis 500-as Fiatba, egészen pontosan 500X-be, ami egy icipicit nagyobb az 500-asnál, de az egész autónak kis túlzással kisebb az értéke, mint bármelyik kísérő autójának a kereke. Ugye a nagy kérdés az, hogy Ferenc pápa puritánsága és béke szeretete mit adott azoknak, akik személyesen is találkozhattak vele. Így érkezett meg a pápa Budapestre. Beült a kis Fiatba, még csak nem is hátra a protokoll ülésre, hanem az anyós ülésre. Kezében pedig ott volt egy kis plüss pápa. Mint kiderült, a magyar sofőrtől kapta. Mit nem adnék, ha tudnám, hogy itt például miről beszéltek. Ordító az ellentét a nagy fekete autók és a pici kis fehér között. Ennél jobban ki sem fejezhetné a pápa, hogy mit gondol az urizálásról. Így néz ki egy Fiat 500-as. Határozottan állíthatom, hogy nélkülöz minden luxust, és a hely is elég szűkös benne. A pápa egyébként mindenhová nagyon puritán autókkal utazik. Ez itt például egy Ford Focus. Egyszer a Lamborghini cég ajándékozott neki egy autót, nyilván némi PR reményében. A pápa jól megnézte, majd elárveresztette, és rászorulóknak adta az árát. 2019-ben Putyin egy hatalmas fekete Mercedes-szel érkezett Budapestre. Az összehasonlításnak azért van alapja, mert a pápa és az orosz elnök is a világ legvédettebb személyei közé tartozik. A pápa Rómából nagyon szigorú biztonsági intézkedések mellett indult Budapestre. Önök most ezt is láthatják. A heti napló felkért tudósítója ugyanis már csütörtökön elindult Rómába, pénteken pedig igen korán kelt. 4 óra 30 perc van, egy órája keltem fel, és most itt a hotelem előtt Rómában várom azt a reptéri minibuszt, amely majd elvisz a Fiumicino reptérre, ahol felszállok Ferenc pápa különgépére. Addig próbálok kicsit kinyitni a szememet, hogy a pápa is megfelelő állapotban találjon. Teljesen üres a terminál, tehát innen csak ez az egyetlen gép indul. Nyilván ennek biztonsági okai is vannak, hogy így van, úgyhogy most elindulunk és felszállunk a gépre. Előtte azonban még Budapesten, na jó, csak a repülő múzeum egyik gépén, de igazi kulisszatitkokat mesélt nekem Balázs. Nekem a kedvencem az a függöny. Ugyanis van egy függöny, ami elválasztja az újságírókat a pápától és az ő szűkkörű kíséretétől. Mindig neked újságíróként, vagy egyáltalán a kíséret tagjaként, mindig előbb kell odaérned, mint a pápának mindenhová, az összes eseményre, beleértve a repülőgépet is. Szigorúbbra gondoljanak, mint a Ferihegyi repülőtéren, amikor egy órával előtte, másfél órával előtte még azért kiérhetsz. Itt hát azt hiszem, ha jól számolom, 3 órával a repülőt indulása előtt nekünk már a check-innél kell lennünk. Fölszállunk a repülőre, és akkor várjuk a Szent Atyát. Onnan tudod, hogy már közel van, hogy egyszer csak behúzzák ezt a bizonyos függönyt, és akkor a Szent Atya felszáll, és amikor a repülőgép is felszállt, akkor elhúzzák a függönyt, és akkor látod, hogy tényleg ott van a pápa. Rettentő erős kisugárzása van, tehát nagyon, nagyon erős a személyisége, nagyon, nagyon erős olyan, hát tudom, hogy profán vagy bután hangozhat, de olyan jó kisugárzása van, amikor tudod, hogy tényleg egy jó emberrel vagy ott szemben. Köszönöm a heti napló nézőit. Azok kedvéért, akik nem utaztak még együtt a pápával, vagyunk így egy pár milliárdan. Tudniuk kell, hogy a pápa mindig körbe megy a külön gépen az újságírók között. Itt még azonban nem illik nagy kérdéseket feltenni. Ez tényleg csak az udvariasságról szól.
A pápa fáradhatatlanul jár körbe, van akinek még ír is valamit. Nyilván van, akit ismer a vatikáni, állandó vatikáni tudósítókat, akik ott vannak Vatikánvárosban, vagy hát Rómában, azokat nyilván ismeri velük. Csak hogy konstatálja, hogy ismét ott van a kíséretben. Nyilván, aki mint én legutóbb először volt, azzal azért hosszabban elbeszélget. Most is készültem ajándékkal egyébként neki. Like this, it is grown by my son, and this is you, and this is my son. And he's a big footballer, but he lets you to kick a goal, you see? Goal. He lets you to kick a goal too. Tényleg őszintének tűnik a mosoly. Ez Ferenc pápa. Mielőtt azonban megérkeznénk vele Budapestre, még egy kis belső info a vatikáni újságíró köreiből. Mindjárt megtudják, hogy hívják ők az úgymond átlag újságírókat. Te a Vatikán által akkreditált újságíró vagy, nem a helyi erők által akkreditált újságíró, és igen, valamivel közelebb vagyunk a Szentatyához. Tehát például, amikor legutóbb itt volt és a püspökökkel találkozott, akkor is ott lehettünk, akkor a földről tudósítók, ők például őket nem engedték be. Rég irigyeltem újságírókat annyira, mint azokat, akik fent lehetnek a pápai különgépen. Én a következő 3 napban maradok földről tudósító. A pápa másfél évvel ezelőtt már járt Magyarországon. Bár az egy nagyon rövid látogatás volt, már akkor tervezte, hogy visszajön. Olaszországon kívül Magyarország az egyetlen ország, ahol kétszer is, ahová kétszer is ellátogat. Ezt többször is hallhattuk az elmúlt napokban, bár nem igaz. Görögországban és Kubában is kétszer járt. Most minden esetre úgy érkezett Magyarországra, hogy a menekültek kérdésében szögesen ellentétes véleménye van, mint a magyar kormánynak. Ezért mondta Bajás Zsolt. A pápa vagy egy demensfén ember, aki teljességgel alkalmatlan a pápai poszt betöltésére, vagy egy gazember. Erre a hétre ezt a kijelentését egyébként pont megbánta már a publicista, és megkövette a pápát. Mint katolicizmuson kívüli, mondjuk ennyiben volt felmentésem, hogy mondhattam. Én azóta katolizáltam. Bajás Zsolt egyébként pont egy hete még békemenetet is hirdetett a kossuthtéri szentmisére, illetve nem hirdetett. Ezt döntsék el önök. Egyre többen kerestek meg minket az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy mikor tartunk békemenetet, mert elviselhetetlen mindaz, ami történik velünk szemben. Akár a szeretve tisztelt szövetségeseinket nézzük, akár a hazai ellenzéket. Tartsunk már egy békemenetet. 30-a délelőtt legyen egy igazi békemenet a Kossuth téren. Semmilyen Zsolt szerint kiforgatták Bajár szavait. Semmiféle békemenetet nem hirdetett. Egyébként mélységesen elleneznék személy szerint mindenfajta politikai rendezvényt, szimbólumot, áthallást. Ezért is hangsúlyoztam, hogy ez egy lelkipásztori látogatás, ahol semmi helye az aktuál politikának. A békemenettől a kordonbontókig, jobb oldal, bal oldal, mindenki, aki tiszteli a Ferenc pápát, jöjjön el a szentmisére. 3 napra tényleg mindenki félretette a politikát, bár van olyan, akire megpróbálták rásütni, hogy politizál. A Szentlélek a magazin plakátkampánnyal készült a pápa érkezésére. A pápai gépen osztogatott vatikáni napilap is ezt hozta címlapján. Ezeken a katolikus egyházfő korábbi gondolatait jelenítették meg. Van közte például olyan, amelyik a populizmusról szól. A nemzeti populizmus egyik fantazmagóriája a keresztény többségű országokban, hogy megvédi a keresztény civilizációt a vélt ellenségektől. Sokan úgy értelmezték, hogy ezek kormánykritikus üzenetek. A Szemlélek lapigazgatója szerint nem ez volt a cél. Rám mutatunk arra, hogy igenis létezik feszültség, akár az orosz-ukrán konfliktus kapcsán, akár a homoszexualitásnak a megítélésében, akár a többi témában, ugye a média, a populizmus, illetve egyáltalán az egyháznak a valódi küldetése. Tehát meghívunk, gondolkodásra hívunk, mi nem szembeállítani szeretnénk, hanem a létező szembenállást elfogadva, ha már jön Ferenc pápa, akkor az
az ő korábbi szavaival segítsünk az embereknek fölfedezni azt, hogy ők mondjuk egyetértenek, vagy nem értenek egyet Ferenc pápa gondolataival, beszélgessünk erről, és építsünk hidakat, párbeszéd hidakat egymás között. Gégény István egyébként lelkipásztori munkatársként szeretett volna bejutni a bazilikába, ahol a pápa egyházi személyekkel találkozott, de nem sikerült neki. Az a püspök, akinek az egyházmegyében élek, megüzente, hogy nem kívánatos személy vagyok az ő egyházmegyében. Ez szomorú szívvel, de nincs más lehetőség, mint hogy elfogadtam. Ha Ferenc pápa velem szeretne találkozni, és eljön Budapestig, akkor mit nekem az, hogy én a kordonon kívül vagy belül találkozom vele? A katolikus egyházfőt mindenhol hatalmas tömeg várta. Itt már a pápai konvoj egyik autójában ült tudósítónk, mindenhol lelkes hívek várják a pápát. Sokaknak még az is életre szóló élmény, ha egy pillanatra láthatják. Engedjenek meg egy személyes élményt. Anyukám szombaton lelkendezve hívott fel, hogy találkozott a pápával, ami azt jelentette, hogy integettek egymásnak. Jó tévés anyuka lévén pedig ezt természetesen le is videózta. A 3 nap alatt 13 hivatalos rendezvényen vett részt a pápa. Nem is értem, hogy van ennyi energiája 86 évesen. Először találkozott többek között a köztársasági elnökkel és a miniszterelnökkel. A Karmelitában mondott beszédében szólt a háborúról is. Nemzetközi szinten úgy tűnik, hogy a politika a problémák megoldása helyett inkább az indulatokat szítja, megfeledkezve a háború borzalmai után elért érettségről, visszafejlődve egyfajta háborús infantilizmusba. A politikusi találkozók sorában volt egy meglepetés is. Karácsony Gergely főpolgármester volt az egyetlen politikus, akit úgymond az otthonában fogadott családjával együtt a pápa. Itt a vatikáni nunciatúrán, ahol a szállása volt. Természetesen a miniszterelnök családját is meglátogatta a katolikus egyházfő. Orbán Viktor a találkozóról készült fotót így posztolta ki. A család az család. Ez eredetileg a Szivárvány családok jelszava volt. Annak eldöntését önökre bízom, hogy ez fricska volt-e. A pápa minden esetre rendszeresen kiáll a melegek jogaiért. Mint ahogy minden elesettért, menekültért és szenvedőért is. Ő az, akire valószínűleg sokan úgy emlékeznek majd, a pápa, aki a menekültek lábát mosta. Magyarországon is találkozott szegényekkel és menekültekkel. Itt a Rózsák terei templomban pedig egyszer csak magához vette az 1 éves Zsombort, akinek az anyukája erről nagyon boldogan beszélt a Heti Naplónak. Férjem látott egy helyet, ahonnét úgy tűnt, hogy találkozhatunk, vagy megláthatjuk a Szent Atyát, odaálltunk, és utána már nagyon gyorsan történt minden, de egy kedves biztonsági úr segített elvenni, odaadta a zsombit a Szent Atyának. Még egy szokatlan dolog történt itt. Nem csak a pápa osztott áldást, hanem ő is kért. A szendrődládi cigányok húzták neki a nótát. A pápa még jelzi azt is, hogy mennyire tetszik neki. A kötetlene programok után a látogatás csúcspontja a Kossuth téri Szent Mise volt. Ide is az elmaradhatatlan Fiattal érkezett a pápa. Ettől egyébként a biztonsági főnökének valószínűleg vannak álmatlan éjszakai, a végső szó azonban mindig a pápáé. Természetesen ebbe is lehet golyóálló üvegezést kérni, vagy erősített karosszériát, ezt nem tudom, hogy ez esetben ezzel közlekedik-e. A nagyobb probléma, amit észre vettem, illetve hát olvasni is lehet róla, hogy a pápa nem használja a protokolláris ülést, ami ugye a jobboldali hátsó ülés lenne, hanem ő általában az anyós ülésen utazik, és hogy ezt még fokozza, rendszerint lehúzza az ablakot, és úgy integet, úgyhogy a biztonsági szakembereknek azért ez egy nehéz feladat, és biztos, hogy fejtörést okoz, és egy kis idegeskedés. Még ha a pápa teljes bizalommal is van az emberek felé, a hivatalos biztonsági intézkedések nagyon szigorúak. A Kossuth teret övező összes utca le volt zárva, mi is 25 percet gyalogoltunk. Az újságíróknak már a Szent Mise előtt 3,5 órával a helyszínen kellett lenniük. A vatikáni újságíróknak egy kicsit kényelmesebb volt. Szerettem volna megmutatni önöknek, hogy hogy néz ki egy ilyen sajtóközpont. Ezt most a parlament épületében rendezték be. Aki szeretné, az itt tudja követni
a szentmisét, ami kint zajlik a Kossuth téren. Questo fa un bravo pastore. Ide csak a meghívott vendégek juthattak be. Mindenki más kivetítőkön keresztül követhette a szentmisét. Aki viszont még a kivetítők közelébe se tudott odajutni, az fogta és a mobilján nézte a tévé közvetítést. Nem bánja, hogy kijött, hiszen végül is úgy nézi, mintha otthon a tévében nézné. Nem, de maga a millió, az élmény, az atmoszféra, az tévé előtt nem jön át. Muszáj itt lenni a zarándokokkal, így az igazi. A mai világban egyfajta reményt ad, hogy jobb emberekké váljunk. Az elmúlt három napban kicsit csendesebbnek, békésebbnek éreztem az országot. Nyilván hétfőn majd minden visszáll az úgymond normális kerékvágásba, de ha egy pici itt marad velünk a szeretet és az egymás elfogadásának üzenetéből, akkor már nem hiába érkezett Magyarországra Ferenc pápa. A heti naplóban Balogh Judit riportját látták.